41 év. 1899. július 2. Akkor volt a vadászat. 41 év és 43 nap. Hát ennyi volt. Visszajött. 41 év és 43 nap. Konrád írt. Itt van a városban. A fehér sasban szállt meg. Este eljön. Elküldtem érte a kocsit. Itt vacsorázik. Az ember egy életen át készül valamire. Először megsértődik, aztán bosszút akar. Aztán vár. Már nem is tudom, mikor alakult át a sértődés és a bosszúvágy várakozása. Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet. És a világítás bizonyos fénytörése szükséges hozzá, hogy a vak fémlemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tükörlap. Így halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, és akkor megint látunk egy arcot. Apa testőrszázadosi egyenruhát viselt a képen, oldalt hajtott a fejét büszkén és sértődötten, soha nem említette, hol sértették meg és miért. Minden nap vadászott, minden évszakban, mintha meg akarna ölni valakit, s folytonosan erre a bosszúra készül. Anya fázott itt, sötét volt számára ez a kastély, a boltíves szobák az erdő közepén. Fázott, mert ölökké szél járt az erdőben. Nyáron is. Anya a csodát akarta, eljött keletre, mert egy szenvedély, mely megérintette, erősebb volt, mint értelme és ítélete. Egy bálon ismerkedtek meg, és nem tehettek semmit a találkozás ellen. A zene játszott, és a testőr ezt mondta a francia grófleánynak. Nálunk erősebb az érzés, végzetesebb. A követség táncestéjén történt ez. A testőr megmondta hazája nevét. Az első bizalmas szó, melyet egymásnak mondtak, a haza neve volt. Magyar testőr, francia feleség. Anya a bécsi festőképén oldalt hajtott a fejét, gyöngéd és komoly pillantással nézett a semmibe, mintha ezt kérdezné, miért? Ez volt a kép értelme. Nemes volt az arcvonala, érzéki a nyak, a kezek, melyekre horgolt félkesztyűket húzott, a halványzöld ruha kivágásában a fehér váll, a keblek. Idegen volt. A nevelőintézet Bécs mellett emelkedett egy domb tetején. Sárga épület volt. A második emelet ablakaiból látni lehetett a régi várost, egyenes merev utcáival, a császár nyári palotáját, a sömbrúni háztetőket, és a nagy kertben a nyírott lombok közé vágott sétautakat. A fehér boltíves folyosókon, a tantermekben, az étkezőben, a hálótermekben minden olyan megnyugtatóan helyén volt, mintha ez lenne az egyetlen hely a világon, ahol végre elrendeztek és helyére tettek mindent, ami az életben rendetlenség és fölösleges. A nevelők öreg tisztek voltak. A hálótermekben 30-an aludtunk, minden teremben 31 korú gyermek. A bejárat fölött feszület lógott szentelt barkával. Éjjel kék fény égett a lámpákban, reggel kürt szóra ébredtünk. Konrád a szomszédágyban aludt. 10 évesek voltunk, mikor megismertük egymást. Zömök és mégis sovány volt, mint a nagyon régi fajták gyermekei, kiknek testében a csontok uralkodnak a hús fölött. Lassú volt, de nem lusta, csak tudatosan kimért ütemű. Apja bárósított hivatalnok volt Galíciában, anyja lengyel. Ha nevetett, szája körül megjelent egy széles gyermekes szláv vonás. Ritkán nevetett.
hallgatag volt és figyelmes. Barátságunk oly komoly és szótlan volt, mint minden nagy érzés, mely az életre szól. És mint minden nagy érzésben, ebben is volt szemérem és bűntudat. Az ember nem vehet el büntetlenül egy embert a többiektől. De tudtuk azt is első pillanattól, hogy ez a találkozás egész életre kötelez. Apa Konrádot egyetlen kézfogással a családba fogadta. Minden nyarat, később már a karácsonyt is együtt töltöttük itt a kastélyban. Mindenünk közös volt. A ruhák, a fehér nemük, egyszerre olvastuk ugyanazt a könyvet. Együtt fedeztük föl Bécset és az erdőt, a könyveket és a vadászatot, a lovaglást és a katonaerényeket, a társas életet és a szerelmet. Konrád merev volt, nagyon szabályos. Egy nyáron Galíciába utaztunk Konrád szüleihez. Akkor már fiatal tisztek voltunk, valahol messze Lengyelországban, az orosz határon volt egy udvarház. Ez volt Konrád anyjáé. Ebből az udvarházból érkezett minden. Az egyenruha, a tandíj, a színházjegyek ára, a vizsgadíjak. Először a bútorokat adták el, aztán a kertet, a földet, a házat. Aztán egészségüket, kényelmüket, nyugalmukat, öregségüket. Soha nem beszélt addig erről. 4 napig maradtunk a városban. Mikor elutaztunk, először életünkben úgy éreztük, történt közöttünk valami. Nem lehetett ezt szavakkal megmondani. De Konrádnak volt egy menedéke, ahová senki nem tudta követni. A zene. Mintha lenne egy titkos rejtekhelye, ahol a világ keze nem éri el. A zenéről az intézetben nem beszéltek, inkább csak eltűrték és megbocsátották, mint aféle ifjúkori hóbortot. Mindenkinek van gyöngéje. Jobb, mintha kártyázna, gondolták. Veszélytelenebb, mint a nők. Gondolták. De néha már gyanítottam, hogy a zene nem is olyan veszélytelen szenvedély. Konrád mindig elsápadt, ha zenét hallott. Mindenféle zene, a legközönségesebb is oly közelről érintette, mint egy testi támadás. Elsápadt, szája remegni kezdett. Valamit mondott neki a zene, amit a többiek nem érthettek. Valószínűleg nem értelméhez szóltak a dallamok. A fegyelem, amelyben élt, nevelkedett, amelynek árán rangot szerzett a világban, amelyet önként vállalt, mint a hívő a büntetést és a vezeklést, ilyen pillanatokban meglazult, mintha a görcsös, merev tartás engedne testében. Ilyenkor nem hallotta, ha szóltak hozzá. A zene felbontotta körülötte a világot, pillanatokra megváltoztatta a mesterséges megegyezés törvényeit. Ilyen pillanatokban Konrád nem volt katona. Egy nyáron, este, mikor a kastélyban Konrád anyámmal 4-kezest játszott, történt valami. A nagy teremben ültek vacsora előtt. Apámmal udvariasan hallgattuk a zenét a terem egyik sarkában, azzal az udvarias készséggel és türelemmel, mint mikor azt mondja valaki, az élet kötelesség, a zenét is el kell viselni. Anya szenvedélyesen játszott. Chopin polonész fantáziáját játszották, mintha minden megmozdult volna a szobában. Apával megéreztük a terem sarkában, a karosszékben, az udvarias és türelmes várakozásban, hogy a két testben, az anya és Konrád testében történik most valami. Mintha a zene lázadása felemelte volna a bútorokat, mintha minden ember szívében lappangana egy halálos ütem, amely az élet egy pillanatában végzetes erővel kezd dobogni. Megértették az udvarias hallgatók, hogy a zene veszélyes. De ők ketten, anya és Konrád az zongoránál nem törődtek többé e veszéllyel. A polonész fantázia csak ürügy volt, hogy elszabaduljanak az erők a világban, melyek megmozgatnak és felrobbantanak mindent, amit az emberi rend oly gondosan rejteget. Aztán egyetlen hangütéssel elhallgattak. Chopin, mondta anyám. Az apja francia volt, az anyja lengyel, mondta Konrád. Este, mikor egyedül maradtunk apámmal a dohányzóban, ezt mondta nekem.
Konrád soha nem lesz igazi katona. Miért? Kérdeztem, de tudtam, hogy apának igaza van. Szivarozott, hosszan elnyújtott lábakkal ült a kandalló előtt, a szivarfüstöt nézte. A szakember nyugalmával és fölényével mondotta, mert másféle ember. Sok év múlt el, mikor megértettem ezt a mondatot. Konrád másféle ember volt, s titkát nem lehetett kérdésekkel megközelíteni. Mindig nyugodt volt. Fiatal tisztek voltunk, és néha nyugtalanul észleltem, hogy Konrád úgy él, mint egy szerzetes. Ahogy a fiatal szerzetes számára nem csak az imádság és a kegyes szertartások órái jelentik a szolgálat idejét, hanem az egyedüllét, az eszmélet, az álom ideje is. Ez a bőrszék jobb oldalt állott. Itt ült Konrád, az óra alatt a tűz mellett. Középen, szemközt a kandallóval, a firenzei székben ültem én. Krisztina szemközt ült a karos székben, melyet anyám hozott még. A kék kristályvázában dáliák állottak. 41 éve. Krisztina félédeset ivott, egy kortyot, mindig csak egy kortyot a sülthöz. Nem szerette a pezsgőt. Azt hiszem, jön már. A gyertyák. Látod? Még egyszer eljöttem. Soha nem kételkedtem. Az ember nem lesz fiatalabb. Honnan jössz? Londonból. Ott élsz? A közelben. Van egy kis házam London mellett. Mikor visszajöttem a trópusról, ott maradtam. Merre voltál a trópuson? Szingapur. De csak az utolsó időben. Elég mélyebben a félszigeten, a malájok között. Azt mondják, a trópus elhasznál és öregít. Föltelmes. 10 évet elvesz minden életből. De rajtad nem látszik. Nem. Isten hozott. A trópus föltelmes. Magunkfajta ember nem bírja. Koptatja a szerveket, égeti a szöveteket. Valamit megöl az emberben. Azért mentél oda, hogy valamit megölj magadban? Igen. Sikerült? Már öreg vagyok. Először azt hiszed, hogy megszokott. Még fiatal voltam, amikor megérkeztem, hiszen emlékszem. 32 éves. Rögtön a mocsarak közé mentem. Az ember bádok tetejű házakban lakik, ott pénzem nem volt. A gyarmati társaság fizetett mindent. Éjjel fekszel, s mintha meleg ködben feküdnél. Reggel sűrűbb ez a köd és forró. Aztán elfásulsz. Mindenki iszik. Az emberek szeme véres. Első évben úgy hiszed, hogy belehalsz. Harmadik évben érzed, nem vagy már a többi, csak a régi. Mintha életed üteme megváltozott volna. Gyorsabban élsz. Valami ég benned. Szíved másként dobol. És ugyanakkor közömbös is vagy. Hónapokon át közömbös. Aztán jön az a perc, amikor nem tudod, hogy mi történik veled és körülötted. Néha csak 5 év után következik ez, néha már az első hónapokban. A düroha. Sokan gyilkolnak ilyenkor, vagy megölik magukat. Az angolok is? Ritkábban. A trópusi betegségekből ki lehet gyógyulni, a trópusból soha. Értem. Te is megkaptad? Mindenki megkapja. Úgy képzelem, azért jöttél ma este, hogy elmondjad. Azért jöttem, mert Bécsben jártam. Eljöttem, mert még egyszer látni akartalak. Nem természetes ez? Semmi nem természetesebb. Tehát Bécsben jártál, ez nagy élmény lehetett számodra, aki megismerted a trópust és a szenvedét.
Régen jártál utoljára Bécsben? Régen. 40 éven itt. Akkor átutaztam Bécsen. Útban Szingapur felé. Értem. És most? Mit találtál Bécsben? A változást. Az én koromban és helyzetemben az ember már mindenütt a változást találja. Igaz, 41 éve nem jártam az európai kontinensen. Csak a francia kikötőkben töltöttem néhány órát útban Szingapurból London felé. De Bécset még látni akartam. És ezt a házat. Ezért keltél útra. Mert látni akartad Bécset, ezt a házat, vagy üzleti dolgod volt a kontinensen? Már semmiféle dolgom nincsen. Ezért keltem útra, ezért jöttem el ide is. Azt mondják, ebben a korban már addig él az ember, amíg elunja. Te nem így érzed? Én már eluntam. Bécs. Tudod, ez volt számomra hangvilla a világban. Kimondani ezt a szót, hogy Bécs. Annyi volt, mint megszólaltatni egy hangvillát, aztán figyelni, mit hall ebből a hangból a másik, akivel éppen beszélgettem. Ez volt a legszebb életemben. És mit találtál 40 év után? Egy várost. A változást. Nem utaztál az utolsó években? Keveset. Csak amennyire a szolgálat megkövetelte. Mikor halt meg Krisztina? Honnan tudod, hogy meghalt Krisztina? A trópuson éltél 41 éve, nem jártál a kontinensen. Megérezted? Megéreztem. Talán. De nem ül itt közöttünk. Hol lehet? Csak a sír. Igen. A kertben fekszik az üvegházak közelében, ahogy akarta. Régen halt meg? 8 évvel azután, hogy elmentél. 8 évvel után. 28 éves korában. Igen. Öreg asszony lenne, mint ahogy mi öreg emberek vagyunk. Mi baja volt? Azt mondták, vészes vérszegénységben halt meg. Elég ritka betegség. Nem olyan nagyon ritka. A trópuson gyakori. Az ember életfeltételei megváltoznak, és a vérkép felel el. Lehet. Lehet, hogy elég gyakori Európában is, ha az ember életfeltételei megváltoznak. Nem értek hozzá. Én sem sokat. Tehát 1980-ban halt meg. Akkor te még szolgáltál? Igen, a háborút végig szolgáltam. Milyen volt? A háború? Förtelmes volt, mint a trópus. Különösen az utolsó tél északon. Itt Európában is kalandos az élet. Kalandos? Igen, lehet. Elhihetetni, ha szenvedtem a gondolattól, hogy nem vagyok itthon, mikor ti verekedtek. Gondoltam arra is, hogy hazajövök és jelentkezem az ezredben. De aztán nem jöttél. Valószínűleg más dolgod volt. Angol állampolgár voltam. Az ember nem cserélheti minden évtizedben a hazáját. Nem. Azt hiszem, az ember egyáltalán nem cserélheti hazáját, csak az okmányokat lehet cserélni. Te nem így érzed? Az én hazám megszűnt. Felbomlott. Az én hazám Lengyelország volt és Bécs. Ez a ház és a kaszárnya benne a városban. Galícia és Chopin. Mi maradt mindenből? Ami összekötötte az egészet, az a titokzatos kötőanyag nem hat többé. Minden szétesett részleteire. Az én hazám egy érzés volt. Ezt az érzést megsértették. Ilyenkor az ember elmegy. A trópusra, vagy még messzebb? Messzebb? Hová? Ez a bor, melynek évjáratára talán emlékszel. 86-ban születelték, mikor esküdtettünk. Apám megtöltötte a pince egyik szárnyát a nap emlékére ezzel a borral. Sok éve ennek. Majdnem az egész élet. Öreg bor már. Amire esküdtettünk, nincs többé. Mind meghaltak, elmentek, feladták azt, amire felesküdtünk. Volt egy világ, amelyért érdemes volt élni és meghalni. Ez a világ meghalt. Az újhoz nincs közöm. Ez minden, amit mondhatok. Ez a világ számomra él, akkor is, ha a valóságban megszűnt. Él, mert felesküdtem rá. Ez minden, amit mondhatok. Igen. Te katona maradtál. Mikor elmentél, sokáig azt hittük, visszatérsz még. Mindenki várt itt. Mindenki barátod volt. Kisé különc voltál. Ne haragudj.
Megbocsátottuk ezt, mert tudtuk, hogy a zene fontosabb neked. Távozásod nem értettük, de belenyugodtunk, mert tudtuk, nagy okod lehet erre. Tudtuk, hogy mindent nehezebben viselsz el, mint mi az igazi katonák. Ami neked állapot volt, nekünk hivatás. Ami számodra jelmez volt, nekünk végzet volt. Nem csodálkoztunk, mikor eldobtad ezt a jelmezt, de azt hittük, egy napon visszajössz, vagy írsz. Többen így éreztük, bevallom én is, Krisztina is. Az ezredben néhányan, ha emlékszel. Egy ideje már csak a lényegesre emlékezem. Például Bécsre és erre a házra. Így értetted? Bécsre és erre a házra. Az emlékezés fantasztikusan átszűr mindent. Mikor utoljára itt vacsoráztunk, hárman voltunk. Krisztina ért még, itt ült középen. Akkor is ezzel az asztal díszsel terítettek. Mindenre emlékezem. A polonész fantáziát zongoráztad néha a trópuson? Nem. Chopint nem játszottam soha a trópuson. Tudod, sok mindent megérint bennem ez a zene. A trópuson az ember érzékenyebb. 41 év. Nagy idő. Jól meggondoltad. Igaz? De aztán visszajöttél. Mert nem tehettél másként. És én megvártalak. Mert nem tehettem másként. És mindketten tudtuk, hogy még egyszer találkozunk, s akkor vége lesz. Mert az ilyen titkokban, mint amilyen közted és közöttem lappang, különös erő van. Kényszerít, hogy élj. Amíg az embernek dolga van a földön, él. Megmondom neked, mit tapasztaltam egyedül az erdőben az elmúlt 41 évben, amíg te a trópuson és a világban jártál. A magány is éppen eléggé különös, néha olyan, mint egy őserdő, tele veszéllyel és meglepetéssel. Te is így gondolod? Pontosan így. Örülök, hogy te is így gondolkozol. Ez a várakozás éltet. Természetesen ennek is van határideje, mint mindennek az életben. Ha nem tudom, hogy visszajössz egy napon, valószínűleg én indulok el tegnap vagy 20 év előtt, hogy megkeresselek London mellett, a házadban, vagy a trópuson, a malájok között, vagy a pokol fenekén. Nem sürgettem ezt a pillanatot. Meg akartam várni, ahogy minden dolog rendjét és idejét várja az ember. Most itt van. Mit akarsz mondani ezzel? Elmentem, és ehhez jogom volt. Talán okom is volt. Igaz, hirtelen mentem el búcsú nélkül. Tudtad és érezted, hogy nem tehettem mást. Ez volt a dolgom. Nem tehettél mást? Éppen erről van szó. Ezen tűnődöm jó ideje, ha összeszámolom, 41 éve. Most, mikor már öreg vagyok, sokat gondolok a gyermekkorra. Látom a pillanatot, mikor az intézet kertjében bemutatlak apámnak. Ő akkor barátjának fogadott, mert az én barátom voltál, nehezen fogadott valakit barátjának. Emlékszel erre a pillanatra? Gesztenyefák alatt állottunk a nagy feljáró előtt, s apám kezet fogott veled. Te vagy a fiam barátja, mondta. Becsüljétek meg ezt a barátságot. Azt hiszem, semmi sem volt olyan fontos számára, mint ez a szó. Figyelsz? Köszönöm. Hát elmondom, majd iparkodom rendben elmondani. Ne nyugtalankodj, a kocsi vár, minden pillanatban vissza-vissza városba, ha távozni akarsz. De elébb hallgass meg. Meghallgatlak. Apámnak ez a szó barátság pontosan annyit jelentett, mint becsület. Tudtad ezt jól, hiszen ismerted. És hadd mondjam el neked, hogy az én számomra talán még többet jelentett. Bocsáss meg, ha talán kényelmetlen számodra, amit most mondok. Mondd el. Jó lenne tudni, van-e egyáltalán barátság. Néha már azt hiszem, ez a legerősebb kapcsolat az életben. Talán ezért ilyen ritka. Itt a magányban és az erdőben, mikor az élet minden dolgát iparkodtam megérteni, mert nem volt más dolgom, néha gondoltam erre. Az ember úgy képzeli, és apám még így értette, hogy a barátság szolgálat. És egy barát megbukik, mert nem igazi barát. Nem kötelességünk-e, hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és a hűségeset? Egészen bizonyos vagy, hogy ez a barát hűtlen volt? Nem. Nem vagyok egészen bizonyos. Ezért vagy itt. Erről beszélünk.
Elhiheted, hogy az elmúlt 41 évben minden lehetőséget felvetettem és megvizsgáltam, ami ezt az érthetetlen lépést magyarázza. Mikor azon a júliusi napon, látod, a napra is emlékszem, szerda volt, elhagytad a várost. Este ott jártam a lakásodon, mert hallottam, hogy elutaztál. Egyedül maradtam a szobában, ahol éltél. Mindent jól megnéztem, bocsáss meg ezt a tapintatlan kíváncsiságot, de valahogy nem hittem el a valóságot. Nem hittem, hogy az ember, akivel együtt töltöttem el az élet nagy szakaszát, pontosan 22 esztendőt, a gyermekkor, az ifjúság, s aztán a férfikor legszebb éveit megszökhetett. Kiparkodtam mentséget találni. Arra gondoltam, talán nagy beteg vagy, reménykedtem, hogy megőrültél, vagy talán üldöznek, talán kártyáztál, vagy aljasságot követél el az ezred ellen, a zászló ellen, szavad és becsületed ellen. Így reménykedtem. Igen. Ne csodálkozz, az én szememben mindez kisebb bűnnek tetszett akkor, mint az, amit csináltál. Mentségnek és magyarázatnak éreztem volna mindent, a világ eszméjei ellen elkövetett hűtlenséget is, csak egyet nem tudtam megmagyarázni, azt, hogy ellenem vétkeztél. Ezt nem értettem. Erre nem volt mentség. Elmentél, mint egy sikkasztó, mint egy besúranó tolvaj. Elmentél úgy, hogy néhány órával elébb még velünk voltál, Krisztinával és velem fenn a kastélyban. Az egyetlen, ami fiatalkorunkban elválasztott, a pénz volt. Gőgös ember voltál. Nem tudtad megbocsátani nekem, hogy gazdag vagyok. A gőgöd határtalan volt. Hát egy napon aztán ott álltam a házban, melyet béreltél és berendeztél, s nem mutattad meg nekem soha. Ott álltam szobádban. Csodálkoztam, és nem hittem a szememnek. Akkor megértettem, hogy csak ugyan művész vagy. És megértettem azt is, milyen idegen lehettél közöttünk, másfajta emberek között. És mennyire bűnöztek ellened azok, akik szeretetből és becsvágyból katonának adtak. Nem, te nem voltál katona. És megértettem azt a mély magányt, melyben közöttünk éltél. Tudom, azokban az években halt meg anyád, te örököltél családod lengyel rokonaitól is. Mindezt megértettem az elhagyott otthon ritka bútorai között. És e pillanatban belépett Krisztina. A valóság annyi volt, hogy te engem 22 éven át szenvedélyesen gyűlöltél. Gyűlöltél már gyerekkorunkban, az első pillanatban, amikor megismertelek. Te voltál mindig a műveltebb, te voltál a bot csinálta remek mű, a szorgalmas és erényes. Te voltál a tehetség, mert hangszered volt, a szó valóságos értelmében titkod volt a zene. Te voltál Chopin rokona, te voltál a rejtőző, a gőgös. De lelked mélyén görcsös indulat szorongott. Vágy másnak lenni, mint amilyen vagy. Ez a legnagyobb csapás, mellyel a végzett embert sújthat. Vágy másnak lenni, mint aki és ami vagyunk. Amit te isteni kegynek és adománynak éreztél bennem és körülöttem, nem volt más, csak jóhiszeműség. Én jóhiszemű voltam egészen a napig, mikor... Hát igen. Egészen a napig, mikor ott állottam a szobádban, ahonnan te elmenekültél. Te megöltél bennem valamit. Tönkretetted életemet. És még mindig barátod vagyok. És én megölök benned ma este valamit. És aztán visszaengedlek Londonba, vagy a trópusra, vagy a pokolba, s mindig barátom maradsz. Ezt is tudnunk kell, mielőtt a vadászatról beszélünk, s mindarról, ami aztán következett. A barátság szigorú emberi törvény. A régi világban ez volt a legerősebb törvény. Erre épültek fel a nagy műveltségek jogrendszerei. A barátságot, mely a gyermekkorban szövődött két ember között, talán még a halál sem öli meg. Ez a barátság élt közöttünk, és ezt tudtad jól. És a pillanatban, mikor a fegyvert felemelted, hogy megöljél, ez a barátság talán elevenebb volt közöttünk, mint bármikor elébb az ifjúság 22 esztendejében. A pillanatra emlékezel. Én is emlékezem. A sűrűben álltunk fenyők között, a vadász elmaradt a kutyával, egyedül voltunk az erdő közepén.
Elhoztad a puskát, azzal a halk, és hideg kattanással, ahogyan csak a nagyon nemes fém tud hangot adni, mikor végzetes és emberi feladatra használják. Erre a pillanatra. Remélem, emlékszel. Igen. Megéreztem mozdulataidat. Pontosabban érzékeltem azokban a másodpercekben mindent, mintha láttam volna, amit csinálsz. Mögöttem álltál, Rézsút, kis távolban. Megéreztem, hogy felemeled a fegyvert, vállathoz illeszted és célzol. Megéreztem, hogy lehunyott félszeme, csak puska csőve most lassú szögben fordul. Az én fejem és a szarvas feje pontosan egy vonalban és egyforma magasságban emelkedett előtte, talán 10 cm-es sáv lehetett a két célpont között. Megéreztem, hogy a kezed reszket, és olyan pontosan, ahogy csak a vadász tud megítélni egy helyzetet az erdőben, tudtam azt is, hogy ebből az állásból nem célozhatsz a szarvasra. A helyzet mindent elmondott nekem. A vadász és a felsorakozott célpontok mértani elrendezése pontosan értesített arról, mi történik néhány lépéssel hátam mögött egy ember szívében. Fél percig céloztál, ezt is tudom, óra nélkül is. Másodpercre pontosan. Az ember mindent tud ilyen pillanatokban. Tudtam, hogy nem vagy jó puskás, elég a fejem kisé oldalt fordítani, a golyó elsőbít fülemmel, és talán eltalálja a szarvast. Tudtam, hogy elég egy mozdulat, csak a golyó benne marad a fegyverben, de tudtam azt is, hogy nincs módom mozdulni, mert sorsom e pillanatban már nem függ elhatározásaimtól. Valami megérett. Valaminek be kell következni annak rendje és módja szerint. Így álltam, és vártam a lövést. Vártam, hogy meghúzd a ravaszt, s megöljön egy golyó a barátom fegyveréből. A helyzet tökéletes volt. Tanúk nélkül voltunk, a vadász messze járt az erdő alján a kutyákkal. Szabályos, pontos helyzet volt. Az a bizonyos tragikus véletlen, melyről minden évben hírt adnak az újságok. Aztán elmúlt a fél perc, s a lövés késett. Ebben a pillanatban a szarvas értesült a veszélyről, és egy ugrással, mely olyan volt, mint a robbanás, eltűnt a sűrűben. Még mindig nem mozdultunk. Most lassan leengedted a fegyvert, nagyon lassan. Ezt a mozdulatot nem lehetett hallani, sem látni. És mégis láttam és hallottam, mintha szemközt állanék veled. De a vacsorához eljöttél még aznap este, mint azelőtt is minden este. Hármasban vacsoráztunk, mint előző este, mint oly sok estén azelőtt. Krisztinával. A nagy teremben terítettek, mint ma este, ugyanazzal az asztaldísszel, mint az imént, és Krisztina közöttünk ült. Kék gyertyák égtek az asztal közepén. Szerette a gyertyavilágítást, mindent szeretett, ami a múltra, a nemesebb életformákra, a letűnt időkre emlékeztette. Én a vadászatról egyenesen szobámba mentem, átöltöztem, nem láttam aznap délután Krisztinát. Az inas jelentette, hogy kora délután kikocsizott, a városba ment. A tálalás idejében találkoztunk. Krisztina már várt, a kandalló előtt ült. Olvasott, mikor beléptem a szobába. Szemembe nézett, mintha vallatna. Azt hiszem, jól viseltem ezt a nézést. Abban a pillanatban, s később is nyugodt voltam. Arcom nem árulhatott el semmit Krisztinának, s csak ugyan, akkor délelőtt és délután, ezen a különös vadászaton, mikor kissé én voltam a vad, elszántam magam, hogy akármit hoz is az élet, örökké hallgatni fogok-e hajnali pillanatokról. Soha nem szólok Krisztinának arról, amit e hajnalon az erdőben meg kellett tudnom. Elhatároztam, hogy orvossal figyeltetlek. Az ember, aki hozzám tartozik, megőrült. Ezt hajtogattam makacson. Csak nem kétségbe esetten, egész délelőtt és délután, és ezzel a szemmel fogadtalak este, mikor beléptél hozzánk. Krisztina a trópusokról olvasott. Te úgy viselkedsz, mint aki nagyon érdekel ez a téma, melyről nem tudsz semmit.
És én csak később tudom meg a városi könyvkereskedőtől, hogy ezt a könyvet, s másokat is, melyek e tárgykörre vonatkoznak, te hozattad, s te adtad kölcsön néhány nap előtt Krisztinának. Mindezt nem tudom még aznap este. A társalgásból kizártok engem, mert fogalmam sincsen a trópusokról. Később, mikor már tudom, hogy megcsaltok ezen az estén, visszagondolok a jelenetre, hallom az elhangzott szavakat, s őszinte elismeréssel fedezem föl, milyen tökéletesen színészkedtek mindketten. Látod, a szavak visszatérnek. Mikor utoljára ültél itt, ebben a szobában, ebben a karosszékben, 41 év előtt, erről beszéltél. A trópusról, a mocsáról, a melegködről és esőről. Mikor visszatértél ebbe a házba, első szavad a mocsár volt, a trópus, az eső és a forró köd. Igen. A szavak visszatérnek. Minden visszatér. Hát erről beszélsz utolszor Krisztinával. Éjfél felé kocsit kéreted, visszamégy a városba. Ez történt a napon, mikor a vadászat volt. Éjfél után egyedül a szobában, mikor a két ember, kihez apám után közöm volt életemben, elment tőlem, egyszerre megértem, hogy ez a könyv is jeladás. Krisztina nem hazudik, és nem hűtlen. Minden gondolatát ismerem, a titkosakat is. A sárga bársonyba kötött naplófüzet, melyet házasságunk első napjaiban adtam neki, mindent elmond, mert megállapodtunk, hogy az érzésekről és gondolatokról is beszámol nekem és önmagának, mindenről jelet hagy e különös naplóban. Egy-két szóval üzen nekem, hogy tudjam, mit gondolt vagy érzett. Ilyen bizalmasok voltunk. És ez a titkos napló mindig ott hever íróasztal a fiókjában, melyhez csak kettőnknek van kulcsa. Neki és nekem. Ha Krisztina életében titok van, a napló erről már jelet adott volna. Igaz, gondolom. Egy ideje elfeledkeztünk a titkos játékról. És felállok, elindulok a sötét házban, Krisztina nappali szobájába megyek, felnyitom az íróasztal fiókját, és megkeresem a sárga bársonyba kötött naplót. De a fiók üres. Erről nehéz beszélni. Krisztina ötlete volt, ő kérte tőlem Párizsban a nászutunkon. Ő volt az, aki vallani akart. És később, sokkal később, mikor már nincsen Krisztina, megértem, hogy csak az készül ilyen aggályosan a vallomásra, a végső őszinteségre, aki tudja, hogy egy napon csak ugyan lesz valami az életében, amit meg kell vallani. Sokáig nem értettem ezt a naplót. Érthetetlen kisé túlzott női ötletnek éreztem ezt a titkos írásos üzengetést Krisztina életének, ezeket a szeszélyes morzejeleit. S ránk köszönt az éjszaka, te elmégy tőlünk, de elég alaposan és részletesen megvitattál Krisztinával mindent, ami a trópusra vonatkozik. És én egyedül maradok ennek a napnak és estének emlékeivel, s a naplót nem találom a megszokott helyen Krisztina íróasztalának fiókjában. Elhatározom, hogy másnap reggel fölkereslek a városban, és megkérdem, és amikor ott álltam a szobádban, Krisztina belép a lakásodba. Megáll a küszöbön. Elment? Kérti. Hangja különösen reket, intek, hogy igen, elmentél. Gyáva volt, mondja még, nyugodtan és csendesen. Ezt mondta? Igen. Szótlanul álltunk a szobában, aztán Krisztina körülnéz, úgy nézi ezt a szobát, mint aki búcsúzik, úgy néz, mint aki látta már mindezt, és most elbúcsúzik minden egyes tárgytól. Aztán megfordul, és szótlanul, ahogyan érkezett, elmegy a szobából. Nem megyek utána. Nem fárasztalak? Nem, nem. Egyáltalán nem, mond tovább. Néha látom még arcát.
félálomban, vagy ha belépek egy szobába. És most, mikor beszélünk róla, mi ketten, akik meglehetősen jól ismertük Krisztinát, olyan élesen látom ezt az arcot, mint 41 év előtt utolsó este, mikor itt ütközöttünk. Mert ez volt az utolsó este, mikor együtt vacsoráztunk Krisztinával, ezt tudnod kell. Nem csak te. Én is akkor vacsoráztam utoljára Krisztinával. Mert minden megtörtént azon a napon, ahogyan kellett. Minden megtörtént hármunk között. És mert ismertük Krisztinát mind a ketten, bizonyos elhatározások elkerülhetetlenül bekövetkeztek. Te elutaztál a trópusokra, és Krisztina és én nem beszéltünk többé egymással. Még 8 évig élt. Igen. Itt laktunk, közös fedél alatt, de nem beszéltünk többé egymással. Mindenki meghalt és elment már, aki fontos volt valamikor számomra. Apám és anyám, te és Krisztina. Mindenki meghalt. Mit ér még itt a bosszú? Ezt kérdi pillantásod. Eljöttél hozzám, eljöttél ide a tett színhelyére, hogy felelj, és megismerjük mindketten az igazságot. Ez a bosszú. Most felállni fogsz. Lehet. Lehet, hogy igazad van. Kérdezz. Talán tudok felelni. Két kérdésre kell felelned. Két kérdésre, melyeket régen megszövegeztem az elmúlt évtizedekben, mikor vártalak. Két kérdésre, s csak te tudsz felelni. Látom, azt hiszed, szeretném megtudni, nem tévedek-e. Csak ugyan szándékod volt-e azon a reggelen a vadászaton megölni engem? Nem volt ez agyrém? Végre is nem történt semmi. A legjobb vadász ösztöne is tévedhet. A másik kérdés. Azt hiszed, így hangzik. Szeretője voltál-e Krisztinának? Nem, barátom. Ez a két kérdés nem érdekel többé engem. Erre a kérdésre feleltél te. És az idő is felelt. És Krisztina is felelt a maga módján. Nem kérdem, mert biztosan tudom, hogy meg akartál akkor reggel ölni engem. Nem bátképpen mondom, ezt inkább sajnállak. Félelmes lehet a pillanat, mikor egy ember életében megszólal a kísértés, mikor egy ember felemeli a fegyvert, hogy megölje azt az embert, akihez köze van, akihez belülről kötve van, s akit valamilyen okból meg kell ölnie. Mert ez történt veled. Abban a pillanatban. Nem tagadod? Hallgatsz? Talán megkönnyebbülést szerezne neked elmondani, nem? Nem akarom, hogy megkönnyebbülj. Az igazságot akarom. Hazamentem, estig vártam, aztán elmentem a vadászházba, s még 8 éven át vártam valamire, egy szóra, egy üzenetre. De Krisztina nem jött. Ha Krisztina üzen, akármit üzen is, megtörténik az akarata. Ha azt kívánja, hívjalak vissza. Elmegyek, megkereslek a világban, visszahívlak. Ha azt kívánja, öljelek meg, felkereslek a világ végén is, megöllek. Ha el akar várni, elvárok, de nem akart semmit. Mert ő is valaki volt a maga módján, női módon. Őt is megsértették azok, akiket szeretett. Egyik azzal, hogy elszökött egy szenvedély elől, nem volt hajlandó odaégni egy kötésbe, melyről tudta, hogy végzetes. A másik azzal, hogy megtudta az igazságot, várt és hallgatott. Mindhárman viseltük ezt a sorsot. 8 éven át nem láttam, 8 éven át nem hívott. Az elébb, mikor vártalak, hogy megbeszéljük, amit egyszer meg kell beszélni, mert nincs már sok időnk. Megtudtam a Dajkától valamit. Megtudtam, hogy haldokolva engem hívott. Nem téged. És ezt nem mondom elégtétellel, de nem mondom elégedetlenül sem, jegyez meg jól. Engem hívott. És ez valami. Ha nem is sok. De már csak halottan láttam.
most, mikor a bosszú pillanata elérkezett és a várakozásnak vége. Csodálkozva érzem, milyen reménytelen és értéktelen mindaz, amit még egymástól megtudhatunk, bevallhatunk vagy hazudhatunk. Az idő tisztító tüze kiszívott az emlékekből minden haragot. Már látom megint néha Krisztinát, és ma délután is lett, amikor vártalak és elszunnyadtam, és megértettem ma délután eszemmel azt, amit szívemmel már régen megértettem, ezt a hűtlenséget, ezt a csalást, kettőtök árulását, megértettem, és mit mondhatok erről? Felej, kérlek, tudod Krisztina arról, hogy te akkor reggel a vadászaton meg akartál ölni engem? Bocsáss meg, látod, kimondtam, ki kellett mondanom. És most, mikor kimondtam, érzem, hogy nem jól kérdeztem. Krisztina, amikor megtudta, hogy elszöktél, ezt mondta, gyáva volt. Ez minden, amit mond, ez az utolsó szó, melyet hallok tőle. És ez az utolsó ítélet feletted is, melyet szavakkal kimond. És én egyedül maradok ezzel a szóval. Gyáva volt. Miért? Tűnődöm később. Sokkal később. Gyáva volt. Mihez? Mégis szeretném tudni, mi az, amihez gyáva voltál. Minden és semmi között élek 41 éve, és nincs ember, aki segíthetne, csak te. És így nem szeretnék meghalni. Ti összefogtatok ellenem a gyilkosságra, melyet te végül gyáva voltál végrehajtani? Ezt szeretném még tudni. Egy napon évekkel halála után megtaláltam azt a sárga bársonyba kötött emlékkönyvet, melyet egy éjszakán hasztalan kerestem íróasztal a fiókjában. Valószínű, hogy ebben a könyvben az igazság van, mert Krisztina soha nem hazudott. Akarod, hogy együtt elolvassuk Krisztina üzenetét? Nem. Nem akarod, vagy nem mered elolvasni? Erre a kérdésre nem felelek. Értem. Akkor égessük el. Most már felelhetsz kérdésemre. Nincs tanú többé, aki ellened vallana. Tudod, Krisztina, arról, hogy akkor reggel az erdőben meg akartál ölni? Felelsz? Most már erre a kérdésre sem felelek. Jó. Azt hiszem, most már megbeszéltünk mindent. Ideje, hogy menjek. Ha el akarsz menni, a kocsi vár. Visszamegy Londonba? Igen. Ott akarsz élni? Élni és meghalni. Igen. Természetes. Nem akarsz itt maradni még holnap, megnézni valamit, találkozni valakivel? Nem láttad a sírt? Nem. Nem akarok látni senkit és semmit. A gyertyák. Nézd csak, a gyertyák csonkig égtek. Két kérdés, azt mondtad. Két kérdés. Melyik a másik? A másik? A másik kérdés. De ha már az elsőre sem feleltél, nézd, Krisztina apja megvádolt, hogy túléltem. Úgy értette, mindent túléltem, mert az ember nem csak azzal felel, ha meghal. Ez jó felelet. De felel azzal is, ha túlél valamit. Mi ketten túléltük ezt a nőt. Te úgy, hogy elmentél, én úgy, hogy itt maradtam. Túléltük gyáván vagy vakon, sértődöttem vagy okosan. Túléltük, ez a tény. És nem gondolod, hogy erre okunk volt?
Nem gondolod, hogy végül mi tartozunk valamilyen síron túli felelősséggel neki, aki mégiscsak több volt, emberibb volt, mint mi ketten. Több volt, mert meghalt, tehát válaszolt mindkettőnknek, és mi itt maradtunk az életben, és ezt nem lehet szépíteni. Ezek tények. És aki túlél valakit, mindig áruló. Úgy éreztük, életben kell maradni. És ezt nem lehet szépíteni, mert ő belehalt ebbe. Belehalt abba, hogy te elmentél, belehalt abba, hogy én itt maradtam, és nem mentem feléje. Belehalt abba, hogy mi ketten férfiak, akikhez tartozott, aljasabbak, büszkébbek, gyávábbak és hallgatóbbak voltunk, mint azt egy nő elviselhette. Megszöktünk előle, elárultuk, mert túléltük. Ez az igazság. Ezt tudnod kell Londonban. Mikor majd mindennek vége, az utolsó órában, egyedül. Én is tudom majd ebben a házban, most is tudom már. Túlélni valakit, akit olyan nagyon szerettünk, hogy ölni is tudtunk volna érette. Túlélni valakit, akihez olyan közünk volt, hogy majdnem belehaltunk. Ez egyike az élet titokzatos és minősíthetetlen bűntényeinek. A törvénykönyvek nem ismerik ezt a bűnt. De mi ketten tudjuk. És azt is tudjuk, hogy minden sértődött, gyáva és gőgös okosságunkkal nem mentettünk meg magunknak semmit, mert ő meghalt. És mi élünk. És hármunknak közünk volt egymáshoz, így vagy úgy, életben és holtan. Ezt nagyon nehezen érti meg az ember, és mikor megérti, különösen nyugtalan lesz. Mit akartál azzal, hogy túlélted? Mit nyertél ezzel? Megszabadultál kínos helyzetektől? Mit számítanak helyzetek, mikor az élet igazságáról van szó? Arról, hogy él a földön egy nő, akihez közöd van, és ez a nő felesége annak az embernek, aki barátod, s akihez éppen úgy közöd van. És mit számít mindaz, amit az emberek erről gondolnak? Semmit. A végén. Nem számít semmit a világ. Csak az számít, ami a szívünkben marad. Mi az, ami a szívünkben marad? Te is azt hiszed, hogy az élet értelme nem más, csak a szenvedély, mely egy napon áthatja szívünket, lelkünket és testünket, aztán örökké ég a halálig. És ha ezt megéltük, talán nem is éltünk hiába. Ilyen mély, ilyen gonosz, ilyen nagyszerű, ilyen embertelen a szenvedély. Ez a kérdés. Ha tudsz, felej. Miért kérdezel? Tudod, hogy így van.